Lomtalanítás korábban évente 2 alkalommal történt a megye területén. Ekkor a megadott helyszínekre a veszélyes hulladékon kívül gyakorlatilag bárki bármit kihelyezhetett. 2020-tól azonban ez a rendszer megváltozott. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A járványügyi helyzet enyhülésével átütemezte a lomtalanítás rendjét. A megye lakosainak június 15-től van lehetőségük újra regisztrálni a házhoz menő lomtalanításra. Házhoz menő lomtalanítás gyakorlatilag a lakossági partnereink számára adott, tehát ez évi egy alkalom úgymond benne foglaltatik a hulladék közszolgáltatási díjban, amit negyed évente megfizetnek. Ezt úgy lehet igénybe venni az egydíjektől eltérően, hogy a honlapunkon pontosan szerepel a lomtalanítás címszó alatt, hogy mely településre mely időszakban lehet bejelentkezni, tehát egy telefonszámon vagy e-mailben meg kell keresni a társaságunkat, akkor mi visszajelezzük az időpontot, hogy milyen időpontban tudunk hozzá elmenni a lomokért. Kicsit bonyolultabb a helyzet társasházak esetében, mert ott ugye a közös képviselőnek kell velünk időpontot regisztrálnia, egyeztetnie, és a házon belül gyakorlatilag neki kell megszervezni a lomtalanítás időpontját. A hulladék kizárólag az ingatlan telek határán belül, kapun belül helyezhető el. Közterületre hulladék nem kerülhet. Az ugyanis illegális hulladék lerakásnak minősül. Ez pedig szabálysértési eljárás megindításával jár. A hulladékot a kapu közelében célszerű elhelyezni a könnyebb kihordás érdekében. A lomhulladékot az ingatlan használónak vagy meghatalmazottjának kell átadni, majd az elszállítást aláírásával igazolni. Ez a nagy darabos hulladékra vonatkozik, de lehetőség van kis mennyiségben kisebb méretű lom elszállítására is, amennyiben azokat bekötött, áttetsző zsákban vagy papírdobozban adják át. Vannak olyan hulladékok, amiket biztosan nem viszünk el, és ezért nem is szabad kitenni. Akkumulátorok, veszélyes hulladékok, folyékony anyagokat tartalmazó tartályok, gumiabroncsból is maximum 4 darabot egy adott háztartástól, illetve nem viszünk el a lomtalanítás keretében, amit úgymond minden héten vagy minden nap a vegyes kukába raknánk, szelektíven gyűjthető hulladékot, például papírt és műanyagot. Az az igazság, hogy ezekre mind megvan a lehetősége a lakosságnak, hogy megfelelő körülmények között szabadul jön meg tőle, tehát a vegyes hulladékot minden héten egyszer összegyűjtjük, a szelektíven gyűjthető hulladékokat 2 hetente gyűjtjük kifejezetten szelektív hulladékgyűjtő edénybe, illetve a 7-6 napján rendelkezésre áll Nyíregyházán 2 hulladékudvar is, ahová a szelektíven gyűjthető, illetve a bontási vagy a zöld hulladékát díjmentesen leadhatja a lakosság. Azok az ügyfelek, akiknél 2020-ban már korábban megtörtént a lomtalanítás, nem kérhetnek újabb időpontot. Akkor sem lehet új időpontot kérni, ha az ingatlan használó a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban nem tartózkodik a helyszínen, és ezzel a lomtalanítás meghiúsul.